Egyszerre 6 pályán zajlottak a mérkőzések Győrben, a városi általános és középiskolák teniszversenyén. A fiatalok egész nap ütötték a labdát a Kálóci téri salakon, a nap végén pedig kiderült, ki korosztályának a legjobbja. Ebben a korosztályban még az a jobb, aki többször visszaüti a labdát, és nem megy ki pályáról. A tornának komoly hagyománya van, hiszen 23 éve folyamatosan megrendezik. A versenyre egyébként 19 iskolából érkeztek a teniszezők. Én most idén kezdtem el heti 3-szor komolyabban teniszezni, több versenyre is járok, és én szeretném továbbra is folytatni a teniszt. A legtöbben más sportágat is kipróbáltak, mielőtt a tenisz mellett döntöttek. Focistam, meg judoztam. A barátom megkérdezte, hogy nem nézem meg a teniszedzését, a Kéki Kázmér, és aztán megjöttünk apával Kálóci térre, és lementem, hogy nézzem, és behívott az apukája a pályára, és aztán ütöttem a tenyerest, és úgy kezdtem el megszeretni a teniszt. Én legelőször fociztam, aztán nekem az nem tetszett annyira, de még mindig nagyon szeretem, de aztán átváltottam a teniszre, mivel hogy sokat jártam ide a Kálóci térre, és néztem a teniszeseket. A torna a Tulipános Iskola és a Győri Atlétikai Klub szervezésében valósult meg. A verseny egyfajta tehetségkutató is, hiszen itt mindenki megmutathatja magát. A sportág győri képviselőinek komoly terveik vannak a helyi fiatalokkal, akik közül többen már országos szinten is megmutatták tehetségüket. Korosztályos csapatainkban magyar bajnokok vannak, egyéniben, párosban és csapatban is sikerült mostában magyar bajnokságot nyerni, és ezekben az években is az a cél, hogy a 2017-es európai ifjúsági olimpiára egyesületünk játékos delegáljon. A tornán mi is ütőt ragadtunk, és Táros Gergő tartott is nekünk egy rögtönzött teniszedzést. Az ifjú sportoló megmutatta, hogyan kell a fonákot ütni, és azt is elárulta, hogyan lesz valakiből jó teniszező. Hogy a labda mellett legyél, és megfogd egy labdát, és itt megálljon az ütő, mint egy tálca. Sokat kell gyakorolni, az ütőfogás jó legyen, és megpörgess meg a labdát. Kiállni azért nem mertünk az ifjú tehetségekkel, hiszen annak valószínűleg csúnya vereség lett volna a vége. A versenyen egyébként több mint 80 teniszező vett részt.